Az Orbán Viktor által megkötött orosz hitelszerződés minden magyar állampolgárt devizahitelessé tesz hosszú évtizedekre. Ne legyen kétségünk ugyanis, hogy a 10 milliárd eurós orosz hitel az bizony devizahitel. Egy olyan devizahitel, ami abból a polgárból is devizahitelest csinál, akinek eddig ilyen problémája nem volt. Ez a gigantikus hitelfelvétel mintegy egyharmadnyival növeli meg Magyarország devizahitel adósságát. Szakértők szerint ekkora devizahitel kölcsön árfolyam kockázata szinte kezelhetetlen. Márpedig a magyar devizahitelesek tudják, hogy milyen pokoli érzés az, hogy hónapról hónapra egyre magasabb törlesztő részleteket kell fizetni, úgy, hogy közben egyébként a tartozása nem csökken, ellenkezőleg nő. Sajnos ezt az érzést mostantól minden magyar polgár megismerheti. A következő évtizedekben rengeteg pénzt kell kifizetni Oroszországnak, és még nem látjuk, hol a vége. Nem tudjuk, hogy mi történik ezzel a hitelállománnyal, ha Matolcsy György végképp elszabadul. Nem tudjuk, mi történik ezzel a hitelállománnyal, ha megszólal a Kósa Lajos vagy Szijjártó Péter. Amikor ezt a szerződést Orbán Viktor Putyin elnökkel megkötötte az ország háta mögött, akkor még 3000 milliárdos kölcsönről beszéltünk. Eltelt néhány nap, és most 3120 milliárd forintos hitelről kell beszélnünk a forint árfolyamának gyengülése miatt. Elképzelni se tudjuk, hogy mi lesz, hogyha ez a hitelállomány egy szép napon 3400 milliárd forintosra hízik. Orbán Viktor mélyen hallgat arról, hogy ezt a problémát hogyan kívánná kezelni. Mit tesz, ha zuhanni kezd a forint? Kiktől akarja ezt a pénzt elvenni, kiken akarja ezt behajtani? Nyugdíjasoktól, a családoktól, vagy az egyszerű melósoktól? Akar-e újabb extra adókat az eddigiek mellé kivetni? Erről mélyen hallgat, nem csak ő, mindenki más a Fideszben mélyen hallgat erről. Egyet tudunk, hogy ez az információk egyáltalán rendelkezésre álló ismeretében egy soha meg nem térülő beruházás lesz. Jelenleg Paks kevesebb, mint 13 forintért termel meg 1 kWh áramot, a legóvatosabb becslések szerint is ez 27-31 forintra fog emelkedni, ha ez a beruházás megvalósul. Ez nyilvánvalóan vállalhatatlan. Vállalhatatlan még az Orbán kormány egyik államtitkárának is, név szerint Illés Zoltánnak, aki a minap azt az elképesztő kijelentést tette, hogy nem baj, hogy megépül ez az erőmű, ez az újabb beruházás, egyáltalán nem biztos, hogy üzembe is helyezik és áramot fog termelni. Azóta Illés Zoltán senki nem váltotta le, nyilatkozatától senki nem határolódott el. Mi végül is a kormány álláspontja, hogy építünk több mint 3000 milliárd forintért egy kulturális centrumot vagy egy múzeumot? Mi lesz belőle? Miről beszél a kormány egyik illetékes és felelősnek gondolt államtitkára? Ez az ügy már régen nem csak a paksi atomerőműről szól. Ebben az ügyben nem csak Paks bővítése a botrány. Az a botrány, hogy Orbán Viktor minden magyar állampolgárból devizaadóst csinál. Az a botrány, hogy Orbán Viktor eladta Magyarország függetlenségét. Az a botrány, hogy nem tudjuk, neki személy szerint milyen érdeke fűződött mindenhez. Az egész paksi bővítési döntés sorozathoz méltóan az ehhez kapcsolódó orosz hitelszerződés is ugyanolyan titokban, stikában, sunyin kerül elfogadásra, ahogy minden, ami a paksi bővítést övezi. Információink szerint jelenleg van kormányülés előtt az a megállapodás, amelyet a kormány Oroszországgal erről a 10 milliárd eurós és kiszámíthatatlan forintban pontosan mekkora összegű adósságról kötött. És olyan információink is vannak, hogy ez a megállapodás, ez már a jövő héten a parlament előtt lehet úgy, hogy ma, szerdán semmit nem tudunk arról,
hogy lesz-e parlamenti ülés, hogy pontosan mi kerül a parlament elé beterjesztése, mit tartalmaz, milyen keretei, milyen kulcselemei lesznek ennek a szerződésnek. A kormány folytatja a titkolózás politikáját, folytatja azt a gyalázatos gyakorlatot, ami érdemi nyilvános vita, a társadalom tájékoztatása, az országgyűlés időben való érdemi tájékoztatása nélkül zárt ajtók mögött alkudozik Oroszországgal és köt megállapodásokat Oroszországgal. Az a hitelszerződés, amely információink szerint talán a jövő héten a parlament egy rendkívüli ülés keretében tárgyalni lesz kénytelen, ezt a hitelt nem Orbán Viktor, hanem Magyarország legalább háromszorosan fogja visszafizetni. Vissza fogja fizetni egyrészt, mert szinte még fel se vettük a hitelt, vissza fogjuk adni Oroszországnak a paksi bővítési munkálatokért cserébe. Körülbelül 70%-os arányban orosz cégek fognak részesülni ebből a pénzből, tehát nem magyar munkahelyeket fog teremteni ez a beruházás, nem a magyar vállalkozások számára fog piacot teremteni, hanem ebből a pénzből az orosz gazdaságot fogjuk pörgetni. Vissza fogjuk fizetni, amikor vissza kell adni a 3300 milliárd forintot Oroszországnak, amikor vissza kell fizetni ezt a felvett kölcsönt. És harmadszor is vissza fogjuk fizetni, amikor ennek a kölcsönnek a kamatát vissza kell fizetni, amiről oly keveset beszél a kormány. Nagyon kevés az információnk arról, hogy pontosan milyen ütemezéssel és milyen kamatrátával vesszük fel a hitelt. A rendelkezésre álló információk alapján az biztosan állítható, hogy jóval 2000 milliárd forint fölött lesz a kamatterhe ennek a kölcsönnek. Tehát összességében itt egy több mint 5000 milliárd forintos kötelezettségvállalásról van szó. Több mint 5000 milliárd forintot kell majd visszafizetnünk Oroszországnak, és ezt nem a megállapodást a parlamentben megszavazó 260 fideszes képviselő fogja visszafizetni, hanem az ország adófizetői, az energiafogyasztók. Az energiafogyasztók fogják visszafizetni, mert ennek a kölcsönnek pusztán a tőke költsége körülbelül 15-17 forint kilovattóránkénti terhet fognak jelenteni a villanyszámlákon. Erre fog rájönni a paksi atomerő működtetésének a szintén körülbelül ilyen nagyságrendű összege. Ebből adódik az, hogy 30-32 forintra teszik szakértők minimálisan azt az áramárat, ami szükséges lesz ahhoz, hogy minimális szinten megtérüljön ez a beruházás. Ez pedig kétszerese a jelenlegi áramárnak. Ilyen mértékű rezsinövelés mellett kötelezi el magát Magyarország, és ilyen mértékű rezsinövelés mellett kötelezte el magát a magyar parlament, illetve annak fideszes többsége, amikor megszavazta Oroszországgal kötött nukleáris együttműködésről szóló megállapodást, és amikor, ha valóban bejön a parlament elé, kétségünk sem fér hozzá, hogy információk hiányában tudatlanul és felelőtlenül meg fogja szavazni a Fidesz többség a hitelmegállapodást is. De ennek az árát az adófizetők fogják megfizetni, ahogy Burány Sándor elmondta, a 10 millió deviza hitelessé vált magyar fogja megfizetni, az energiafogyasztók fogják megfizetni, és pedig nem csak azt a 3000 milliárd forintot, amiről itt szó van, hanem ennél sokkal többet. Ezzel kell a kormánynak elszámolni a társadalom felé. Erről kéne tisztán, őszintén, szakmai érvek mentén tájékoztatni, ha mernének, de nem mernek, mert tudják, hogy elmagyarázhatatlan az, amit a kormány csinál, és ezért kísérletet sem tesznek rá.